Több mint 14 ezer menekült érkezett Ukrajna felől Magyarországra tegnap. Az elmúlt másfél hónapban egyszer sem jöttek ilyen sokan. És ma sem csökkent a menekült áradat. Két nap alatt másodszor telt meg a beregsurányi segítségpont. Az érkezők többsége azonban már tovább is indult. Gomolygó fekete füst, lebombázott házak. Így néz ki most Mariupol városa. Az orosz hadsereg folyamatosan ostromolta az elmúlt hetekben az Azovi tenger partjánál fekvő települést, ezért ezrek menekültek el, sokan Magyarországon keresztül. Ez az idős házaspár is onnan érkezett. Az M1-nek azt mondták, a térség romokban hever, napokig ők is egy pincében bujkáltak. Azt a 9 emeletes panelházat is, amiben mi éltünk, teljesen lerombolták. A gyerekeink és az unokáink 2 hétig voltak egy pincében, én a férjemmel 5 napot. A robbanások miatt kellett bujkálnunk. Most az egész család átjött Magyarországra, mondta ez az ukrán nagymama. Második napja teljesen megtelt a beregsurányi segítségpont. Az elmúlt másfél hónapban pedig egyik nap sem jöttek olyan sokan Magyarországra, mint szombaton. Több mint 14 ezeren. Továbbra is főként nők és gyerekek érkeznek. A helyiek vasárnap lecsóval várták őket. A legtöbben csak pár órát töltenek a faluban, és miután megpihentek, már indulnak is tovább. A szervezetek és az önkéntesek 10. hete segítik a menekülteket. Ételekkel, ruhákkal és orvosi ellátással várják az érkezőket. 70 napja működik a segítségpontunk itt Beregsurányban. Nagyon jó az együttműködés a segítőkkel és az önkéntesekkel. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, segíteni, amiben csak tudunk. A Magyar Vörös Kereszt is folyamatosan segít. Az orosz-ukrán háború kitörése óta már több mint 200 ezer ember támogattak. Erről beszélt a szervezet főigazgatója az M1-en. Most már 25 kamionnal és több mint 260 tonna adományt vittünk ki, és hát azt el kell mondani, hogy napi szinten 600 ezer embernek nyújtanak segítséget, kifejezetten a Kárpátaljai Vörös Kereszt, ami élelmiszercsomagokat jelent. Ez pedig már a budapesti Bokcsarnok. A humanitárius tranzitpont március közepe óta a nap 24 órájában fogadja az Ukrajnából menekülőket. Itt alapvetően, ami nálunk lecsapódik, az a pillanatnyi szükségletek kielégítése, tehát élelmiszer, egy kávé, egy víz, 3 jó szó, és akkor amikor ezek megvannak, akkor itt a Bokcsarnokban a különböző segélyszervezetekkel karöltve intézzük a további szükségleteket, a lakhatást, a tovább utazást. Az ehhez szükséges vonatjegyeket ingyen biztosítja a MÁV. Akik pedig repülővel mennek tovább, őket külön buszokkal viszik a repülőtérre.